Tele vannak töltényhüvelyekkel a Szabadka környéki erdők és a magyar határkerítés felé vezető ösvények. Minden váltak az embercsempészbandák és a migráns csoportok egymás közötti leszámolásai. Mindeközben egyre több migráns próbál áttörni a magyar határon. Volt olyan nap, amikor több mint 1500 illegális bevándorló ellen intézkedtek a magyar rendőrök. Stefan Zoltán beszélget. Köszönöm szépen, György, jó estét kívánok a nézőknek, és jó estét kívánok mai első vendégemnek, a Migráció Kutatóintézet kutatójának, Tárik Messzárnak. Jó estét kívánok! Itt elhangzott a felvezetőben, hogy volt olyan nap, amikor több mint 1500 illegális bevándorló ellen intézkedtek a magyar rendőrök. Bankondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója mondta azt itt a közmédiában, hogy még az ősz beállta előtt akarnak sokan megérkezni, vagy átjutni az Európai Unióba. Mi jellemzi most a balkáni útvonalat? Milyen nyomásra lehet számítani, amely a magyar déli határa Hát az előttünk álló hónapokban? Ha megnézzük az ezévi számokat, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az évben augusztus 27-tel bezárólag több mint 100 ezer illegális határátlépési kísérlet történt Magyarország déli határán, határain. Tehát azt lehet tapasztalni, hogy általában a téli hónapok előtt a legintenzívebb a forgalom, általában ez az augusztus szeptember októberi időszak a tavalyi és tavaly előtti időszakot nézzük, akkor szintén ez volt tapasztalható, tehát amikor többször lent jártunk a déli határon, átmentünk Szerbiába, akkor nagyon sokan voltak ebben az időszakban a vajdasági településeken, viszont télen azért valószínűleg meg fog csappanni egy kicsit a forgalom, viszont most nagyon sokan vannak, és ezek a napi ezres érkezés számok, ezek nagyon gyakoriak, tehát minden nap több mint ezeren érkeznek, próbálnak megérkezni, de ugye a magyar határőrök, határvédelmi egységek azért blokkolják ezeket a próbálkozásokat ha az adatokat nézzük, akkor azt is lehet látni, hogy volt olyan, hogy egy 180 tagú csoport hatolt át ásotthalomnál a kerítésen, tehát egyszerre nagy számú csoport koncentráltan jelent meg, és arról szólnak a beszámolók, hogy az elmúlt időszakban egyre gyakrabban lehet ezt tapasztalni, hogy nagy számú csoportok egyszerre próbálják meg a határt, vagy éppen jutnak át a határon. Ez minek tudható be? Ez egyértelműen az embercsempészek taktikázásának tudható be, folyamatosan próbálgatják ezeket a, a módszereket, fortyókat, és ez a legújabb módszer most, hogy nagyon nagy számban próbálnak betörni szó szerint az ország területére. Ö, általában ilyenkor azt meg lehet figyelni, hogy egy picit arrébb, akár néhány száz méterrel vagy egy kilométerrel egy másik csoport is megpróbál bejutni, tehát ez egyfajta figyelemelterelésnek is felfogható, de nem feltétlenül. Tehát az is, az is bennem a pakliban, hogy tényleg ilyen nagy számban akarnak bejutni az ország területére. Az m is beszámolt arról, hogy tele van töltényhüvelyekkel a Szabadka környéki erdő, vagy erdők tele vannak töltényhüvelyekkel, és hogy a helyiek beszámolói szerint szinte minden napossá váltak most már, vagy az embercsempész bandák, vagy a migráns csoportok egymás közötti leszámolásai. Sőt, olyan is előfordult, hogy hajdújáráson egy kézigránát robbant fel, és joggal teszik fel a kérdést, hogy vajon miért fegyverkeznek. Az elmúlt hónapokban is többször beszámoltunk arról, hogy a makhetesi erdőben lövöldözés zaját lehetett hallani, és itt Magyarországon is lehetett tapasztalni, hogy embercsempészek vagy az járművet fegyverként használva, vagy fe fegyverkezve érkeztek. De most uh, arról lehet olvasni, még a kormányjal szemben kritikus sajtóban is, hogy egyre gyakoribbá váltak ezek a fegyveres összetűzések. Ezek sajnálatos módon most már minden naposak, tehát nem gyakoriak, hanem folyamatosan zajlanak. És ez a legutóbbi eset, hogy hajdujáráson kézik gránátot dobtak be egy ház udvarába. Az egyes feltételezések szerint ez azért történt, mert a házban lakók az elmúlt időszakban többször is hangot adtak, többször is elítélték az illegális migrációt a különböző közösségi oldalakon. Tehát ez egy, egyfajta bosszú volt az embercsempészek részéről. Ezek most már ma tehát ki lehet jelenteni, hogy embercsempész maffia működik a magyar szerb határ közelében, a vajdasági településeken, és a, a helyi lakosok életét rendkívül módon megkeseríti ez a, ez a viselkedés, ez a hozzáállás az embercsempészeknek és valóban a saját érdekeltségeiket azért egyre erőszakosabb módszerekkel próbálják megvédeni, és a más embercsempész bandák is összecsapnak, tehát az embercsempész csoportok között vannak nagyon súlyos összetűzések, és ezek is inkább olyan terület akciók és harcoknak foghatók fel. Több elemző is tart az eszkalációtól azért, mert hogy több helyi is azt nyilatkozta, hogy megpróbálják majd a saját kezükbe venni az irányítás. Itt most történt egy olyan eset, amely mögött van, akik azt is vélik, hogy az ott élők, azok megnyilvánultak a migráció ellen. De nyilatkoztak az M1-nek is olyanok, akik azt mondták, hogy majd akkor ők csoportokba összeverődnek, és megpróbálnak rendet tartani. Az ott élők kilátástalannak érzik a helyzetüket, nyilván egyrészt a, ezek a fegyveres incidensek miatt, másrészt pedig nem érzik azt, hogy a szerb hatóságok megtennének mindentőlük terhetőt annak érdekében, hogy megoldják ezt a problémát. Azért el tudok mondani egy tavalyi példát, ez tavaly történt meg, munkatársaim lent jártak a, a lennetek Szerbiában, a Vajdaságban, bementek egy elhagyatottnak hit épületbe, de bevándorlók voltak az épületben, beszélgettek velük, és megjelentek a szerb rendőrök, és a munkatársaimat igazoltatták, a bevándorlókról tudomást sem vettek. Jó, ez tavalyi ez tavaly történet. Ebben az évben már azért a szerb hatóságok is elkezdtek intézkedni, több illegális ilyen sátortábort felszámoltak, viszont még mindig a helyiek azt érzik, hogy sokkal aktívabban kellene a szerb hatóságoknak fellépnie. De közben azt is lehet olvasni a helyiek beszámolói alapján, hogy amikor a szerb hatóságok elviszik a migránsokat egy-egy befogadó állomásra vagy táborba, amely az uniós elvárásoknak megfelelően nyitott, gyakorlatilag bármikor kisétálhatnak, és ki is sétálnak, és taxikkal, különböző járművekkel, szinte pillanatokon belül, most nyilván napokon belül visszatérnek arra a kiinduló pontra. Egyfajta szélmalom harc rajzolódott ki a híreket követő szem előtt. Hogyan lehet ebben a küzdelemben érvényt szerezni annak, hogy ez ne történjen meg? Hát ugye a hatóságnak kell sokkal radikálisabban hozzáállnia. Egyébként a szerb miniszter is nyilatkozta, hogy elítélte azokat a helyeket, akik segítik az illeges bevándorlást, mondja hogy tényleg nagyon sokan taxikkal szállít. Őket, vagy akár magánautókkal, vagy segítik a bevándorlókat, vagy a csempészeket. Tehát a, a szerb kormány is küzd ezzel a problémával. Tehát ez egy nagyon komplex probléma, és nagyon nehéz megoldani, de még nem látszik a, a fény az alagút végén, tehát a szerb kormány is még küzdik ezzel az egésszel, úgyhogy tényleg sokkal több energiát kell ebbe ülni. A magyar-szerb-osztrák hármas kooperáció egyébként ennek vannak pozitív oldalai, tehát pozitív megnyilvánulások. Ezt kellene a jövőben erőltetni, és akkor talán lesz valami megoldás majd. Hogyha már az alagút végén lévő fényről beszél, akkor vajon mit világít meg az az uniós törekvés, amelyet most migrációs kvótaként ismer a közvélemény, és amelyel szemben például Lengyelország friss hír az októberi választásokon egy időben népszavazást is tart majd, amellett pedig még a kerítésről is megkérdezik az emberek véleményét. Azt tudható, hogy a lengyelek is elutasítják ezt a kvóta tervezetet, ahogyan egyébként a magyar kormány is bizonyos országokról levenni a nyomást, ennyit érnek el vele, viszont bizonyos országokra meg óriási nyomást helyeznének, mint például Magyarországra. Tehát magát a krízist ez biztos, hogy nem oldja meg azt, ha a bevándorlókat szétosztják a tagállamok között, eleve a kiváltó okokat kellene kezelni, az pedig nem itt van, hanem több ezer kilométer arrébb, hogy ebbe kellene az energiákat fektetni, az uniónak is egyébként, és az unió tagállamainak is. Tehát biztos vagyok benne, a, a kvóta rendszer maga az nem fog semmilyen megoldást hozni. Mit gondol arról, hogyha azt kínálják az embereknek, hogyha eljut hajóval az Európai Unióba, vagy éppen az embercsempészek által szárazföldön a balkáni útvonalon, akkor miután ezek a táborok az Európai Unió területén vannak, akkor. Ez vajon indikátor hatásként hadhat-e? Vállalják-e sokan a veszélyes utat? Tudható, hogy a földközi tenger nagyon sok áldozatot szedett. Igen, sajnos most az olasz bevándorlás politikában látszik egy pici változás, egy picit nyitottabb lett az olasz kormány is. Szeretnének, szeretnék azt, ha legális csatornák megnyílnának, és több bevándorló érkezne, de sajnos azt lehet látni, hogy ez az illegális migrációt is pörgeti. Ebben az évben Olaszországba 106 ezen érkeztek és ugyanebben a periódusban, tavaly évben csak 53 ezeren, tehát megduplázottak a számok. Tehát ez egyértelműen katalizátor, és akár migrációt kiváltó faktor is lehet, ha ezt a nyitott ajtók politikáját erőltetik a tagállamok. Ha már az Észak-Afrikából útnak indulókat vizsgáljuk, akkor a napokban Gabonban volt pucs közvetlenül azután, hogy újra választották az addigi elnököt, és hát az elmúlt időszakban sokat beszéltünk Nizserről, ahol szintén katonai pucs volt, nem ez az első, és már Nizserrel kapcsolatban is felmerült, hogy vajon a migrációt hogyan serkentheti, serkentheti-e egyáltalán? Mire lehet számítani? Már most lehet látni, hogy serkenti. Ugyanúgy volt Szudánban is egy konfliktus, általában a környező országokba mennek, de nem csak és kizárólag. Nagyon sokan megérnek az észak-afrikai országokban, tehát Tunézia vagy éppen Marokkó, és akkor onnan fognak majd különböző migrációs útvonalakon Európába eljutni, vagy megpróbálnak eljutni. Tehát sajnálatos módon ezek az Afrikában történt krízisek, ez hatással vannak Európára is. Tárik Meszárnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm.